Ezért 1795-ben szülőfalunya résztvevő kérésére visszajött rektorra, és az itt összegyűlt pénz segítségével 1798-ban a Jövőnék Egyetemet fejezte be tanulmányait. 1799-ben hazatérte után Szentesen kezdte meg lelkészi szolgálatát, ahol az iskola, a parókia és a templom építése mellett gyülekezetét néhány számban is gyarapította. Mindezeketesen nem csak lenni bázolként tevékenykedett. Népraszlósként a magyar népős történetés és hajdani életmódját is látta. Feltalálóként Vasekin tervezett. A mámok korszerűsítésével is foglalkozott. Elindítója volt a tetőcserék készítésének. Új típusú bor készítési technológián dolgozott ki, amely által már fejedorok is készülhetnek. Mindezek mellett a nép tanítója is volt, számos tankönyvet írt, elsősorban a kalosi-földi menő családok gyermekeinek. Tankönyveinek fő célja a tanulóknak értelmes, egészséges, jó erkölcsű embereké, Istenfélő igaz keresztényeké, a társaság becsületes és hasznos jó állapot tudtak élve formálása. Ilyen gazdag életutat követően 1853-ban életének 81. esztendejében tért meg teremtőjéhez. Isten szolgálja népet szolgálatában. A szószéket ugyanaz a kisvállítvár, aki a szántóföldön, a gyümölcsösben, a szőlőskertben. Szeretne az embereket, ma vető volt itt is, ott is. Megbocsánat a bűnösség, amit a szívünk átragyogja, úgy megszól.